segíteni a magyarokon, magyar előzőkünk és kortársakon köröztük. Jöttem rá arra, hogy van egy ilyen fogalmazási lehetőség, ami nem a valóságot hozza létre, hanem úgy is hívják, hogy szürreál, realizmus fölötti állapotot. Azt lehet tudni a nagy gonddal elkészített övrökatalógusból, életműkatalógusból, aminek az alapja a feleségének, Gobbi Évának a igen lelkiismeretesen vezetett füzete, és a katalógus szakszerű összeállítása pedig Aszalós Endre érdeme. Tehát ebből a katalógusból lehet világosan látni, hogy évente hány mű készült. Jól érzékelhető, hogy 48-ban volt neki a Képzőművészek Szabad Szervezete András út 69 alatti helyiségében egy kiállítása, és hát ezt már nagyon ledorongolták, akkor gyakorlatilag lehúzták a redőnyt az absztraktok előtt, ahogy az előbb is mondtam, dolgozott különböző műszaki pályákon. Képzeld, de úgy kerültem a gondba, hogy a Gerő úrra telefonál. Én már meg voltam bélyegezve. Akármit csináltam, pártitkártól kezdve mindenki félt tőle. Borrasztó. A gyerekeimet azért nem vették fel főiskolára, mert az én gyerekeim volt. Az Ágnes is Lengyelországba végzett. A Gábor is ott járt iskolá. Hát ezt a szobrot csináltam. És ami annak a honoráriuma volt, az bankba lezettem, és onnan kapott pénzt a Gábor. Az egy 4 méterszer 9 méteres vas szobor. Látod, milyen nagy az, ott van mögötte egy ház. A művész tulajdonképpen azt akarja, hogy tovább éljen mindez a rövid élet. És az idő, ha jó van technikailag csinálva, akkor megtartja ezt a munkát. És a szellem értékei meg mindig megbesültebbé teszik az idők elmúltával. Szóval a végeredményben egy üzenet, és túl lehet élni az életet. Személyiséget hordó szellemi üzenet. Itt a kultúrában nagyon nagy baj van, mert mindenki három dimenzióban akar mindent elképzelni, és a reneszánsz úgy is fogalmaz. Mi is a művészet, és hogy kell ahhoz hozzáállni. A cél az, hogy azoknak a dolgoknak formát adni, amiknek nincsen irodalmi háttérrel ellátott formaviláguk. Tőlem függ az életem, hogy viselem-e és megbarátkozok-e a véggondolatával, az ellen harcolok. Mert mindenképpen az ellen harcolok, hogy tovább éljen, mint én. Tárgyakra igen sokszor azért vagyok dühös, mert túlélnek engem.